Tiltakozik a baloldal, mert a kormány áthelyezteti Nagy Imre szobrát a parlamenthez közeli vértanúk teréről. A DK szerint ez is része annak a folyamatnak, amely egyre inkább háttérbe szorítaná a volt miniszterelnök emlékét. Molnár Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke kedden arról beszélt, hogy Nagy Imrét az orbáni emlékezetpolitika az elmúlt 4 évben kitörölte a hivatalos magyar történelmi emlékezetből. A stúdióban már itt van két vendégem, Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója, és Jeszenszky Géza történész volt külügyminiszter. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Ugye politikai és közéleti vita robbant ki Nagy Imre szobrának áthelyezése kapcsán. Talán fogunk majd beszélni a miniszterelnök megítéléséről, az ő történelmi szerepéről is, de előbb tisztázzuk az álláspontjukat és a tényeket a tekintetben, hogy Nagy Imre megítélésének van köze ehhez a szoborvitához, tehát a szobor elhelyezéséhez és az ottani eredeti emlékmű felállításához? Én azt hiszem, hogy van. Tehát nagyon nehéz azt mondani, hogy valakiről szobrot készítenek, és nem nézik meg azt, hogy milyen volt az életútja, és milyen tevékenységet folytatott. És hát, hogy itt van egy alaptétel, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy ahol Nagy Imre mártír miniszterelnök szobra áll, ugye ott egykor az 1919-es vörös terror áldozatainak az emlékhelye, vagy az emlékműve volt, és én épp azt mondtam többször is, vagy korábban is, hogy nagyon érdekes és sajátos helyzet, hogy azt az emlékművet lerombolták, később Nagy Imre odakapott szobrot, tehát az elvtársai által kivégzettek emlékhelyén van a saját elvtársai által kivégzett miniszterelnöknek egy szobra. Én azt gondolom, hogy Nagy Imrének szobra van, kell, hogy legyen, nem biztos, hogy az a legjobb hely, és amit én hallottam, és amit tudok, hogy hova szánnák, hogy új helyen legyen, én azt abszolút jónak tartom, de ez az én egyéni véleményem, amit egyébként, hogy mondjam, fönntartok minden esetben. Mit gondol ön, hogy Nagy Imre szobrának elmozdításával, vagy ott az eredeti emlékmű visszaállításával van gondja, mondjuk a baloldalnak, aki rendszeresen kritizálja ezt a szoborcserét? Igen, hát az az emlékmű nem tartozik a legsikeresebb, stilálisan a legsikeresebbek közé, és nagyon nehezen is jött létre, hogy utána néztem. De minden emlékmű vagy szobor távolítása mindig vitákat vált ki. Hogy irigylem azokat az országokat, ahol egyrészt nincs szükség arra, hogy a történelmet átírják, átértékeljék, másrészt pedig, hogy nincsenek ilyen viták ebből. Na most én azt hiszem, hogy Nagy Imre, most beszéljünk a magyar megítéléséről is, de az a tény, hogy Nagy Imrének a tevékenység, és különösen annak a legemlékezetesebb része az országgyűlés épületében volt, és ez a szobor arra néz, nem véletlenül került oda ez a szobor arra helyre, tehát én szerintem ott a jó helyen van. Itt emlékezett politikáról beszélünk, és a baloldal szájában gyakran elhangzik a történelem hamisítás is, ugye Nagy Imre személyét ilyenek megítélése kapcsán, de mondjuk maga az eredeti vértanúk terén álló emlékmű elmozdítása nem egy ilyen történelem hamisítási kísérlet volt, tehát kiknek vagy minek állított emléket? Nézzük meg, 1945 után gyakorlatilag Magyarországon vagy Budapesten mindazokat a szobrokat és emlékeket, amelyek a korábbi időszakra emlékeztettek, de itt nem csak a két háború közti az úgynevezett Horthy korszakról volt szó, vagy ottani személyek emlékeiről volt szó, hanem sokkal korábbi időszakra, gondoljunk Tisza Istvánra, Andrássy Gyulára és sok minden másra. Tehát azt gondolom, hogy a szobroknak az ide-oda tologatását, vagy megsemmisítését, bár nyilván korábbi is volt rá példa, azt 45 után kezdték, és a kommunista hatalom ezt nagyon szépen fölépítette. De gondolhatunk Prohászka szobrának eltávolítása és másra, és amit egyébként miniszter úr Géza barátom említett, azért vegyük figyelembe, hogy napjainkban azért, te, aki tökéletesen ismer az Egyesült Államok történetét, micsoda viták vannak az Egyesült Államok, észak és dél kapcsán, hogy most átírjuk a történet, kinek lehet szobra, kinek nem lehet szobra. Mit gondolnak most már Oxfordban, hogy kinek lehet emléktábla, ki lehet ott diák, és így tovább. Tehát én azt gondolom, ez nem egy magyar sajátosság. Tehát azt gondolom, hogy kevés olyan országot lehet találni, ahol ez ne lenne vitatott téma, de én azt gondolom, hogy erről nyugodtan lehet beszélni, és nem hiszem, hogy ezzel valaki Nagy Imrét ki akarja törölni a magyar történelmből. Ez egy másik dolog, hogy van 13 nap plusz az a vállalás, amit 58-ig a kivégzéséig megtesz, az micsoda út, de van egy másik Nagy Imre is, belügyminiszter, begyűjtési miniszter, nemzetgyűlés elnöke, kommunista vezető, és így tovább. Tehát nehogy azt gondoljuk, hogy Nagy Imre nem volt szerves része a Rákosi rendszernek és a diktatúrának. Igen, hát először is csak egy utalás az amerikai vitákra.
nagyon helytelenítem azt, hogy Lee tábornoknak, a déliek vezérének a szobrát eltávolítják. Nem vagyok a rabszolgatartás híve, és én gyerekként is az Északnak drukkoltam mindig, de hát a Lee egy kiváló ember volt, és köztisztetek örve. Tehát egy olyan túlzás ez, amikre nagyon nincsen szükség. Na most még egyáltalán mielőtt Nagy Imre egész életpályájáról beszélgetünk, amennyit tudunk, én szívesen órákat beszélnék róla, de én nem is a történészként, nem is pláne nem miniszterként szólok ezzel hozzá, hanem tanúként, kortársként. Én 15 éves lettem a forradalom idején, vagy annak a végére, és én tanúskodom amellett, hogy egy olyan családból származom, akik nagyon utálták a kommunizmust. Apámat 47-ben nyugdíj nélkül nyugdíjazták, és hát sok mindent lehet elmondani. Persze nem telepítettek ki minket, úgyhogy járhatunk volna rosszabbul is. De Nagy Imrét 53-ban az én családom is csodálta, azért, mert rokonokat, barátokat kiengedett a börtönből, Recskről, megszüntette a begyűjtéseket. És aztán 56-ban mi történt? Hát 56-ban az is egy érdekes út, hogy hogy lett ő október 23-a éjjel miniszterelnökből, aki még ellenforradalmat mondott, és hogyan lett mártír. Na de hát akkor ezt Magyarországon gyakorlatilag senki sem vonta kétségbe, hogy Nagy Imre egy méltó vezető, pontosabban voltak hibái, gyengéi, Antal József a miniszterelnök mindig, aki jól ismerte ezt az egész korszakot, hát mondta, hogy hát valójában Tildi intézte az ügyeket 56-ban, de Nagy Imrének a jelképen túlmenően is szükségünk van hősökre. A 70-es években volt egy nagyon helytelen divata, de heroizálás. Nagy Imre, meg akár Kossuth Lajos is, gyarló ember volt. De a gyarló emberek, ha hősként tudtak viselkedni, és példát nyújtanak a utókornak, akkor ezt jobb megmarad, megőrizni. Igen, erre ugye sokan felvették, hogy november 4-én, amikor valójában megkezdődtek az utcai harcok, akkor Nagy Imre ugye már a jugoszláv nagykövetségen volt, és hogy 56 valódi hősei azok a pesti srácok, akik mindeközben mondjuk a szovjet tankokkal szemben felvették a harcot. Én azt gondolom, hogy ennyi idővel 56 után, és ugye még élnek, hál' Istennek, résztvevők, szemtanúk, különböző megközelítések vannak, különböző vélekedések. Én azt szoktam mondani Nagy Imre esetében, hogy Nagy Imre nem az események előtt járt, és nem ő irányította az eseményeket, ő az események után, nehogy félreértse valaki a szót, tehát nem rossz értelemben használom, kullogott vagy menetelt, és gondoljunk bele, hogy hány nap múlva változtatta meg Nagy Imre véleményét. Én ezzel együtt és ettől függetlenül azt mondom, hogy ő igenis ennek a forradalomnak egy hőse volt, egy áldozata, aki az utolsó pillanatban, amikor az eszme és a nemzet között kellett választani, a nemzetet választotta. De keveset beszéltünk, és keveset beszélünk azokról, akiknek a nevét az újratemetéskor Mensáros László, és nem tudom ki volt a másik, aki felolvasta a hősök terén, és ott voltak a szakmunkástanuló, a bányász, az orvos, és így tovább. És azok a pesti srácok, akik egyrészt nyilván vagány volt, vagy mondhatnám azt is, hogy csibész, ők voltak azok, akik ebből a forradalomból forradalmat és szabadságharcot csináltak. Nagy Imre egyetértett velük, de nem vagyok abban biztos, és egy nagyon rossz dolog egy történész ilyet mond, hogy mondjuk egy sikeres forradalom és szabadságharc után Nagy Imre egy 6-8%-ot elérő pártnak az első számú vezetője, mert körülbelül ez lett volna, mert 10 év telt el még 45 után, és az embereknek nem az a rendszer kellett, és nem az a világ, amit Rákosék fölépítettek. És ennek a rendszernek része volt Nagy Imre, aki képes volt abból kiválni, és amire utalt Jeszenszky Géza, hogy 53-ban az ő miniszterelnökséghez kötődik az, hogy az internálások megszűnnek, sok minden más, mert történt egy nagy dolog a világban. Josip Visszanevés Sztálin született, Dzsugasvili meghalt, és más erőkre volt szükség Magyarországon. És abban a pillanatban, amikor a Szovjetunióban fordult a dolog, Nagy Imrének már nem volt lehetősége, mert 55-ben eltávolítják, és utána minden rosszat megkapott. Én azt gondolom, ez a történelem ismeretet segíti, hogyha Nagy Imre képe is árnyaltabb, vagy legalábbis pontosabb, mint pusztán a mártír miniszterelnök képe. De beszéljünk meg az emlékműről, hiszen kérdeztem, hogy a vértanúk terén álló eredeti emlékmű, amely most visszakerülne majd, ugye 2020-ig a tervek szerint, bár majd talán ezt is pontosítja, hogy mi a végdátum, kiknek állított emléket? Akiket 1919-ben, ha az így fogalmazok, a Lenin fiúk, vagy ahogy a Csernikulénit mi mondta, a terroristák, mert magukat terroristának nevezték, ne feledkezzünk meg erről, meggyilkoltak, kivégeztek a hollánoknak, apának és fiúnak, akinek a Lánchídon ugye emléktáblája volt, mert oda lőtték be őket a Dunába, hogy aztán utána Demiszki Gábor főpolgármestersége alatt hosszú 10 éven keresztül, vagy közel 20 éven keresztül ne engedélyezve, hogy visszarakják a táblát, pedig
egyszerű áldozatai voltak, hogy így mondjam, a Vörösterornak, és én azt gondolom, hogy az akkori magyar társadalom úgy véglekedett, hogy azoknak az embereknek való emléket kell állítani. Abban egyetértek, hogy nem biztos, hogy a legszebb volt ez az alkotás és egyebek. Ugye műalkotásokról, szobrokról mindig mindenkinek más a véleménye, de egy biztos, hogy akkor ebben közmegegyezés volt, hogy azoknak állítanak emléket, akiket meggyilkoltak, kivégeztek, megkínoztak, eltüntettek. Igen, mondjuk a nevekhez még hozzá lehetne tenni egy kategóriát, a nagy tőkések. Elég sok zsidó embert végeztek ki a terroristák, Lenin fiúk. Tehát az világos, hogy nagyon jogos az, hogy emlékezzünk ezekre is. Én el tudnék képzelni egy olyan megoldást, hogy marad Nagy Imre szobra ott, ahol van, mert azért ez érzelmeket gerjeszt, ha eltávolítják. Van ott hely, én azt gondolom, hogy erre az emlékműre, mármint a vértanúk emlékművére. Nem tudom, hogy a pontos helye hol volt, nem valószínű, hogy egész pontosan. Majdnem pontosan ott volt, ahol a Nagy Imre jelenlegi szobra, de én azt gondolom, ami fölmerült, amire Baxter Tamás utalt korábban, hogy a képviselőház mellett, az országgyűlési képviselőház mellett, a régi Fehérház mellett, ami ugye azért is érdekes, hogy az AVH központja volt, hogy az András út 60 után, hogy ahol Marxnak és Engelsnek volt a szobra, milyen jó hely lehetne Nagy Imrének. És nem gúny volt a Baxter részén, mert gondoljuk, ott van Bibó Istvánnak van szobra, Kétli Annának van szobra, Bélának van szobra, és én azt gondolom, hogy senki nem azt akar, hogy Nagy Imre ki töröltessék a magyar történelmből, hanem reális kép rajzolódjon meg róla, bár hozzá kell tennem, hogy szerintem Rajner János sokat vitatott, néha erősen kritizált részben a család részéről is, Nagy Imre életét feldolgozó biográfia alapvetően egy szakszerű munka és egy megfelelő megközelítés ehhez. Az érzelmeket pedig azt hiszem, hogy soha nem fogjuk tudni felülírni, és soha nem tudjuk azt mondani, hogy ebben konszenzus van. Egy dologban volt konszenzus szerintem 56-ban, amikor azt mondta mindenki, hogy Ruszkik haza. Ezzel én is azt mondtam, persze, mert rögtön tudtam, hogy azért ebből nagy baj lesz. Mindenesetre azt gondolom, hogy a Rajnerra jogos hivatkozni, és nem csak arra, hogy 56-ról hiteles képet kapjon a társadalom, és sajnos, amikor ilyen viták vannak, abból a leegyszerűsítés mindig az lesz, hogy hát Nagy Imre akkor, ha nem fehér, akkor fekete. Amellett pedig itt azért sajnos olyan hangok jelentek meg a Mandinerben, most már két cikk is, amely történetileg sem megalapozott, és különösen nem veszi figyelembe az, hogy az emberek megváltoznak. Erről már ugye a szerzővel folytatott egy vitát, és majd lehet, hogy akkor még helyt adunk ennek, hogy folytassák ezt a vitát. Ugye mindenféleképpen pozitív fejlemény lesz az is, hogyha a Tanácsköztársaságról objektív és pontos képet kap majd a közvélemény, és hogyha ez az emlékmű visszáll, pontos a 2020-as dátum? Én megmondom őszintén, nem tudom, én tagja vagyok a Kiemelt Nemzeti Emlékhely Bizottságnak, de legalábbis az én ismereteim szerint még nem jutott hozzánk egy olyan kérelem, hogy el kellene helyezni, hova kell elhelyezni, és így tovább. Tehát a bizottság tagjai különböző hírek alapján, illetve információk alapján fogalmazták meg a véleményüket. Ha jön a konkrét kérés, akkor nyilván a bizottság elnöke, az országgyűlés elnöke a Kövér László, akkor nyilván a bizottság meghányja, veti ezt a dolgot, és meghozza azt a döntését, vagy azt a javaslatát, ami alapján egy végső döntés születhet. Uraim, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük a lehetőséget. Ez mennyi. Volt az első rész. Egy rövid szünet után jövünk vissza, és a Corvinus modellről fogunk beszélgetni a második részben. Tartsanak velünk akkor is.